A Fejér megyei ifjúsági labdarúgó bajnokság 10. fordulójába csapatunk az Elcsi-Kinizsi hasonló körül 19 évesek együttesét fogadta hazai pályán 2016. október 15-én remek időben és 3 tartalékkal kiállva. A Bicskei Tornaklub fiataljai az idei évet is úgy kezdték, ahogy a tavalyit, hiszen 2 meccs, 2 győzelem volt a tavalyi kezdés. Idén sokkal jobban folytatták, hiszen emérkőzés előtt már 9 találkozón vagyunk túl, és a mérleg 9-ből 6 nyertes, 1 döntetlen, és mindössze 2 vereség a mérleg, 27-23-os a gólkülönbség együttesünknek, és 19 szerzett ponttal a harmadik helyen állnak. A mérkőzés harmadik percében Jakab indítja Fehér János, de mögé száll a labda. A védő Mónus Márk pont oda passzolja Fehérhez, Fehér János pedig bevágja jobbal a bal alsó sarokba a lasztit. Ezzel a Fehér János találattal megvan a Bicskek vezető gólja. Janes jó 20 méterről talált be Rácz Martin kapujába. De hogyan is volt a gól? Jakab indította volna a Fehért, de mögé ment a labda. És a középső védő Mónus pont oda passzolta az érkező Fehér elé, aki mintegy 20 méterről kilőtte bal alsó sarkot, és ezzel a találattal megszereztük a vezetést. Fehér Jánosnak ez a bajnokságban ez a gól a 4. találatát jelentette. A gólöröm és a gratulációk után 5 perccel később Jakab beívelését szögletre mentik a védők. Pásztor íveli be a labdát, és a hosszúba érintetlenül behullik a labda, hiszen Rados Gergő próbált belérni, de nem ért bele, megzavarta a kapust. A kapus rosszul számolta ki a labda ívét, és így Pásztor szöglete érintetlenül hullik a Elcsiek kapujába. Rácz Martin kapus is nagyon rosszul számolta ki a labda ívét, így tehát megvan a Bicskeiek másik találata a mérkőzés 8. percében. Pásztor László Márknak ez már a bajnokságban a 8. találata ez a gól. A mérkőzés játékvezetője Domok Ádám, asszisztensei Kerkuska Miklós és Kuhinkó Zsolt. Közben látjuk a két együttes összeállítását. Itt pedig szabadugáshoz jut csapatunk, Jakab Ákos íveli be, oda középre érkezik Szűcs Zsolt, aki szorongatott helyzetbe fölé fejelte a labdát. Hát bizony helyzet volt ez a javából, na de lesz még ilyen több a mérkőzésen. Itt pedig Máté Szabolcs lövi be a labdát az ellenfél kapujába, de már lesen tartózkodott Máté Szabolcs, itt pedig Jakab Dániel szövegelt a játékvezetésnek. Itt pedig Fehér János hagyja ki a helyzetet. Kicsit nagy, magas volt a beadási, Fehér nem találhatta el jól a lasztit. Egy újabb Bicskei támadás, Jakab Dani ballábos lövése lecsúszott, és itt elkerült az ellenfél kapuját. Az Ercsiek ellentámadásánál Mónus lőtt kapura, de Bognár Sándor lábai között lelassult a labda, és fogta azt Rigó Máté. Itt pedig a túloldalon Pásztor került nagy helyzetbe, de szinte elhagyta a labdát, és így oda lett a kínálkozó lehetőség pedig. Máté Szabolcs jól készítette elő neki labdát. Itt pedig a vendégek lőnek gólt, bizonyám, de nagyon szép megmozdulás után, hiszen Bognár Bence két védőt is becsap 16-osunkon belül, 2 jobbra, 1 balra húz a labdán, és ott ballából kilövi a bal alsó sarkot. Remek megmozdulás volt, hát ami szép, az szép, meg kell mondanom. Mindegy, hogy melyik csapat játékosa rutta, vagy végezte ezt a szép mozdulatot. Bognár Bence gólja nagyon szép volt, és ezzel a találattal 2-1-re szépítenek a vendégek. Újból ők próbálkoznak, de Mónus lövése nagyon lecsúszott a jobb lábról. Itt pedig Máté Szabolcs iramodik meg, végül is, ha nehezen is, de mentenek a védők. Hát bizony nem könnyű az edzők élete. Léber Károly vezető edző elég sokat bosszankodott ezen a találkozón. Itt pedig egy szabálytalanság a vendégvédő részéről. Jakab szabadugása megpattan az egyik védőn, és így szögletugás következhetett. A következő támadásnál egy veszélyes hazadást kellett védeni Rácz Martinnak, az Elcsiek kapuvédőjének. Az Elcsiek csatára 25 méterről leadott lövését védte Rigó Máti. Itt pedig egy beadás után Szűcs Zsolt vétette el a labdát. Gólhelyzetben nem találta el jól azt. Domok Ádám játékvezető szépen megkérte Nyégri Rihárdot, a Bicskek vezető edzőt, hogy a cserepadról fáradjon a nézőtére. Itt pedig egy beívelés, amelyről lemaradtak a csatárok. Ez már a második félidő történése.
Pásztor László volt az, aki lemaradt egy picit. Itt pedig Mónos Márk beívelésére jön a kapusunk, Rigó Máté kezéből azonban kicsúszott a labda. Itt pedig a kemény fiúk gyülekezete, de végül is nem lett semmi balhé, hiszen kemény lövésekkel próbálták helyrehozni úgy a vendégek, mint játékosaink azt a keménykedést, amit láthattunk az előbb részükről. Itt pedig Jakab Danó nagyon belerugott ellenfelébe, igaz a labdát akarta kirúgni, nem sikerült neki. Máté Szabó szerez labdát, jól indítja Fehér János, János már gólhelyzetben, jön a kapus és ütközik Rácz Martin Fehér Jánossal, és ezért a megmozdulásért is sárgalapos figyelmeztetésben részesült Rácz Martin, az Elcsiek kapuvédője. Itt pedig egy remek védés. Jakab nagyon jól ívelte, illetve jól lőtte kapura labdát, de Rácz helyén volt és kiöklözte azt. Egy újabb bicskei próbálkozás után jól jön kapujából az Elcsiek kapuvédője, és biztosan húzta el a labdát. Újból próbálkoznak a bicskelyek. Máté beemeli középre. És jól érkezik Fehér János, aki két idő között bevágja a labdát 8 méterről az Elcsiek kapujából. Ezzel a találattal 3-1 arányban vezetünk. Íme még egyszer lassításban Máté Szabolcs nagyon jól teszi be az érkező Fehér János elé, aki két védő között tudja belőni a labdát a vendégek kapujába. És jöhet a gólöröm, jöhetnek a gratulációk Jánosnak, Fehérnek. Ez a mérkőzésen a másik találata, összességében pedig már az ötödik gólját szerezte. Itt egy kis szöglet, Fekete Zsolt ívelibe, de védő kifejelik, ott marad még a labda Jakab előtt, Jakab lő és a kapus véd. A kipattanót pedig, ha nehezen is, de felszabadították a védők. Az ellenfél edzője Leiber Károly nem adja fel, hajtja Őzi csapatát, és íme, nagyon kellett Szűz Zsoltnak ez a szerelése. Bizony nem adják fel a játékosok sem 3-1-nél, megpróbálnak szépíteni, itt pedig Nyigri Rihárd taktikai utasítását látjuk, hiszen Tokai Zoltán is játékra jelentkezett ezekben a percekben. Itt pedig egy újabb vendéglövést láthatunk, és újból jönnek az Elcsiek, egy újabb próbálkozás, de Szijjártó lövését biztosan védte Rigó Máté, és újból próbálkoznak az Elcsiek. Ezekben a percekben sokat próbálkoztak, de nem sikerült nekik semmi. Szűcs Zsolt rúgja előre labdát, félpályán túl Pásztor Laci fordul, és remekül indítja Fehér János, már gólhelyzetben jön ez, aki ki is lövi a hosszút, és íme megvan a kegyelemdöfés az Elcsiernek, hiszen ezekben a percekben többet támadtak, és mi rúgjuk a gólt, így tehát végérvényesen eldől a mérkőzés sorsa, hiszen ez a gól a negyedik bicskei találat jelentette egyben a végeredményt is, hiszen Fehér János a kifutó kapus Rácz mellett bevágta a hosszúba a labdát, és ezzel Jánosnak megvan a hatodik találata az őszi szezonban. Íme még egyszer és még egyszer a gól ismétlésben Fehér János gólja. Csapatunknak ez a negyedik, Jánosnak pedig a hatodik találata az őszi szezonban a tizedik fordulóig. Ha nem is azt a bizonyos klasszikus mester hármas, de a mesteri hármast elérő Fehér Janez a harmadik találó után elhagyta a játékteret. Helyére Pejnik Dávid állt be. Műsorunk végéhez közeledve én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó érdemű küzdelmes, ám gólokban bővelkedő mérkőzést láthattunk, amelyen az Elcsi fiatalok még 3-1-nél, sőt 4-1-nél is bíztak abban, hogy ki tudnak egyenlíteni, de mindezt meghújították a bicskei tornaklub U19-es labdarúgói, és végül is biztosan szerezték meg 7. őszi győzelmüket. Itthon pedig 5 mérkőzésből az egy döntetlen mellett a 4. győzelmüket. A megyei góllövőlistán Pásztor Lászlónak 8, Fehér Jánosnak 6, Jakab Ákosnak 5 gólja van, Bognár Bencenek pedig 6. Végezetül gratulálunk mindkét csapatnak, önöknek pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.